Az eddigieknél is szigorúbban lép fel a nyomozóhatóság az elkövetőkkel szemben. Ez lett az eredménye annak, hogy újra megnőtt az ittasan vezetők száma. Köztük ráadásul most olyan is akad, egy monori férfi, aki nem csak ittas vezetés, de engedély nélküli vezetés miatt is elszámoltatnak. Ő őrizetbe is került. A Szegedi rendőrkapitányság kezdeményezte a járásügyészség felé a személyi előzetes adatosztásának az elrendelésének az indítványozását, amelyen az ügyészség maximálisan egyetértett, és a mai napon indítványt is tett a Szegedi járásbíróság felé, annak érdekében, hogy 30 napra, illetve az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig kerüljön előzetesbe az illető férfi. A férfi, aki nem először kerül a rendőrség és az ügyészség látókörébe. Még ugye az 50. életévét nem töltötte be, ehhez képest gyakorlatilag már két esetben ítélte végleges hatályú eltiltásra, közúti járművezetéstől eltiltásra az illetékes járásbíróság, ami megmondom őszintén, hogy az én nem kevés időszakom alatt is az eléggé páratlan történet. Ehhez képest azonban ez nem tartotta vissza attól, hogy volán mögé üljön, illetve hát ez mellett még ugye itt a állapotban is vezesse a járművét. Felfedezhető egyébként, hogy a nagyobb szabadtéri rendezvények környékén fordul elő sűrűbben az ittas vezetés. De ennek ellen példája most az augusztus 20-ai hétvége, amikor nem kellett ilyen ügyben intézkedniük a rendőröknek. De nem csak a közúti ellenőrzések adnak munkát a rendőröknek és az ügyészségnek. A tegnapi napon történt lopás esetén, hogy ez az itteni nagyobb bevásárlóközpontban történt. Itt nem önmagában az elkövetési érték az, ami a bűncselekményt megvalósítja, megalapozza, hanem az a tény, hogy az áruházak ma már a kicsit értékesebb eladásra váró termékeket különböző vonalkódokkal, illetve biztonsági eszközökkel látják el, és ugye a bírói gyakorlat alapján, hogyha ezeket eltávolítja az elkövető, akkor értékhatártól függetlenül bűncselekményt követel, és ez nem tulajdonjogi szabásértésnek minősül. Most is ez történt. A kozmetikai termék csak pár ezer forintos, de hivatalosan megfogalmazva dolog elleni erőszakkal távolították el az áruvédelmi eszközt, ezért így lopás miatt állították ma bíróság elé a férfit.